Hatalmas pusztítást okozhatnak több ágazatban az átgondolatlan állami bürokrácia csökkentések, írta meg a Népszava. Hozzáteszik, hogy alapvető feladatok ellátása lehetetlenülhet el, például a járványügyben. Alap kiemelte a természetvédelmi apparátust, amelyet, ahogyan írták, lényegében szétvertek. Az Index korábban úgy értesült, szinte kivétel nélkül 14-18 éve ott dolgozó, egyedülálló szakmai és közigazgatási tudással és kapcsolati rendszerrel rendelkező munkatársat rúgtak ki, ezzel szinte lefejezve az állami természetvédelmet. A Népszava eközben azt írja, a drasztikus leépítés ezzel még nem ért véget. A következő hetekben az elbocsátási hullám a nemzeti parkokat is eléri, ahol 40%-os karcsúsítás várható. Rodics Katalin, a Greenpeace-től a vendégem, kezét csokolom, jó reggelt kívánok. Jó reggelt, ugye itt nagyon sokan matekoznak, hogy mennyi az a létszámleépítés, az pontosan hány százalék, kiket érint, akiket érintett nem teljesen tudjuk, mert nem nevezték meg azokat a szakembereket. Amikor először értesült a kormányzati bürokrácia csökkentésről, akkor tudta, hogy milyen adatokat, vagy milyen számokat, milyen szakembereket fog ez érinteni, illetve van önöknek konkrét véleményük arról, hogy ez a környezetvédelmet, természetvédelmet egészen pontosan hogyan érinti? Hát pontos adataink nem voltak, de ugye a Fidesz kormányzása óta teljesen egyértelműen látható, hogy először csak kicsit aljasabb, kevésbé látható módszerekkel, de elkezdték a természetvédelmet tönkretenni. Úgy, mint. Leváltották a Nemzeti Park igazgatóit, jó részét, akik szakemberek voltak, és semmiféle politikai hátterük nem volt, úgyhogy ez csak azzal indokolható, hogy odarakhassák a saját embereiket, akik közül a legtöbb soha nem dolgozott természetvédelemben, és nincs meg a tudása. Aztán a hatósági rendszert tették tönkre, először is a felügyelőségektől elküldték a szakembereket, majd a kormányhivatalba beépítették az egész környezet természetvédelmi hatóságot, ahonnan nem jön ki hang, mert csak egy hang jön ki, és itt a természetvédelem hangja nem hallatszik. Tudomásunk van róla, hogy utasításra adnak engedélyeket, vagy nem adnak ki engedélyeket. Utána ez folytatódott azzal, hogy bár a természetvédelmi törvényhez nem mertek hozzányúlni, mert az felháborodást keltett volna akkor még talán jobban, hanem az erdőtörvénnyel és a vadászati törvénnyel gyakorlatilag kibelezték a természetvédelem lehetőségeit. És utána folytatódott a nyáron is azzal, hogy a nemzeti parkoknak utasítást adtak arra, hogy küldjék el a közmunkásokat, majd hogy küldjék el azokat, akik szerződéssel dolgoznak. Úgyhogy én mindig ámulva és bámulva figyelem azt, hogy mi mindenből tud Magyarországon politika lenni, de segíten engem nekem megérteni, hogy például az erdő, a természetvédelmi terület, a nemzeti park vagy a vaddisznónak a telelési helyéből hogyan lesz politikai kérdés? Hát azt látjuk, hogy a politika az életünk legbelsőbb zugaiba is már belenyúl. Tehát hiába igyekszünk szakmát elkötelezetten folytatni, és mondjuk ebben az esetben védeni a hazai legnagyobb természeti értékeket. Magyarország egyébként európai színvonalon is kiemelkedő természeti értékeket védett, és több generáció, több száz ember dolgozott hosszú évtizedeken keresztül azon, hogy ezek az értékek megmaradjanak, amit most itt 8-10 év alatt lenulláznak gyakorlatilag. De miben nulláznak le? Abban nulláznak le, hogy azzal, hogy elküldik azokat a szakembereket, akik értenek a természetvédelemhez, mert itt ez történt, tehát nem a legfrissebben odament és még nem igazán a szakmát értő embereket küldték el, hanem a leggyakorlottabb és legjobb szakembereket. Ezzel ellehetetlenítették azt, hogy a természetvédelem, aminek az a feladata, hogy a rövidtávú szemlélet a gazdasági érdekekkel szemben megvédje ezeket a hazánkban értékes élőhelyeket, fajokat, gyakorlatilag ennek az apparátusnak most már nem lesz semmiféle ereje. Sajnos azóta, mióta a Környezetvédelmi Minisztérium megszűnt és beépítették a földművelésügyi tárcához, nagyon kevés hangja lehetett ezeknek az embereknek, de azért mégis ott voltak és harcoltak. Azzal, hogy most ezeket eltávolítom, sokkal könnyebb lett a helyzetük, és tényleg ezeket a szerintem abszolút átgondolatlan, hiszen nekik is vannak gyerekeik, akiknek szüksége lenne tiszta levegőre, tiszta vízre, élőlényekre magunk körül.
Ezeket gyakorlatilag elküldték, és a természetvédelemnek ezután már abszolút semmi ereje nem lesz ahhoz, hogy ezeket megakadályozza. Ha már említette, kérdeztem volna picit később, de hogyha már feldobta, hogyha említette, ugye volt önálló környezetvédelmi minisztérium Magyarországon, jelenleg nincs, indokolt lenne Magyarországon az önálló minisztérium? Nagyon indokolt lenne, ez lenne az egyetlen lehetőség arra, hogy a természetvédelmi, környezetvédelmi érdekeket érvényesíteni lehessen. Ha egy minisztériumból egy vélemény megy ki, és egy nagyon-nagyon gyenge főosztály próbál ennek, ami a természetvédelem érdeke, hangot adni, akkor nyilván az iszonyú nagy erővel, lobbyerővel és létszámban is nagyobb, mondjuk agrár érdek vagy vadászati érdek, az azt abszolút elnyomja. Van egy összehasonlításuk, hogy például akár csak a környező országokban hogyan működnek, mekkora apparátussal hány ember dolgozik a nemzeti parkokon, erdőkön, környezetvédelmen, természetvédelmen? Én inkább azt mondanám, bár erre is vannak adatok, Európában a legtöbb országban van önálló környezetvédelmi és természetvédelmi minisztérium. De az de akár Magyarország... dolgozhat rosszul, a mi főosztályunk meg elvileg akár nagyon jól is. Igen, csak erre Rakoncai Zoltán, aki az egész magyar természetvédelemnek a legnagyobb alakja és megalkatója volt, az azt mondta, hogy a kovács műhelyben nem lehet aranygyűrűt készíteni, mert a kalapáccsal ez nem megy, és a természetvédelem az egy aranyművesség, egy egész más finom biológiai módszerekkel működő szakma, amit nem lehet beolvasztani, illetve hát ezek szerint be lehetett tönkretétellel az agrár tárcához, de sajnos ez megtörtént, és egyébként egy közel 400-450 fős volt a környezetvédelmi tárca, amikor beépítették az agráriumba, és utána ebből lett egy gyenge kis államtitkárság is, amihez már a hungarikumoktól kezdve minden hozzátartozott, és maradt 40-50 ember a 400-ból, értem, amit akinek mond, ezt a feladatot el kellett látni. Hogy tönkretették, nem tudnak dolgozni, nem önállóak. De a kérdésem az az, hogyha van egy ország, annak van mondjuk egy vezető pártja, rá szavaznak a legtöbben. Hát ez a vezető párt kitűzi magának, hogy na, az elmondottak alapján, na én most tönkre fogom tenni Magyarország flóráját és faunáját, el fogom törölni a környezetvédelmet, tönkre akarom tenni a hazámat. Mi érdeke van ebben a Fidesz-KDNP-nek vagy a kormánynak? Hát döbbenetes, hogy van érdeke ebben, úgyhogy abszolút egyetértek, hogy a kérdés az felmerül, az bennünk is felmerült, hogy nem tudják, hogy milyen szerepe van Magyarországnak, Magyarországon ezeknek a természeti értékeknek. De ha szép, akkor nekik is szép. Elméletileg úgy tűnik, de nyilvánvalóan van egy szűk hatalomhoz közeli réteg, akinek az az érdeke, hogy mondjuk ezek a területek, amelyek jelenleg védett területek, ezek kerülhessenek például magánkézbe. Tehát konkrétan azt mondja, hogy földmutyiról lehet szó. Van egy földéhség is mögötte. Az is van mögötte, hogy a természetvédelemnek megvolt eredetileg az az ereje, hogy természetvédelmi, környezetvédelmi hatásvizsgálatokat kellett minden egyes beruházás előtt végezni, a nagyobb beruházások előtt, és a természetvédelemnek vétójoga volt arra, hogy itt, ezen a területen mondjuk nevezessenek egy vasutat vagy utat. Na most a kormány ezt már korábban kijátszotta azzal, hogy mindent kiemelt beruházásnak minősített, és ezzel lehetővé tette azt, hogy ne kelljen hozzá ilyen engedély. Tehát így most azt csinálhatnak, amit akarnak, és amit a pillanatnyi szűklátókörű érdekük kíván. Na most akkor nézzük a konkrét matekot. Itt van, aki 9-10%-os betöltetlen státuszról beszél, a leépítés nagyságát valaki 10%-ra, valaki 44-re méri, 340 embert rúghatnak ki, vagy bocsáthatnak el, és a számokban, én úgy gondoltam, hogy a matematika az nem egy ilyen megítélés kérdése, a 10% nem 44%. Van egy felmérésük, vagy akár háttérinformációk arról, hogy hány ember távozik, közülük hányan dolgoznak a környezet, természetvédelemben, kik ezek a szakemberek, és hol lesz az a legnagyobb munkaerő hiány, ami betöltetlen marad esetleg, ha lesz ilyen? A matekban most ebben az esetben nekünk is az alapadatokból azért egy-kettő hiányzik, de azt tudjuk, hogy a környezet és természetvédelmi államtitkárságon 44% az elbocsájtottak aránya, holott a minisztériumban vannak olyan főosztályok is, meg államtitkárságok is, ahol a 10%-ot sem érte el. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egyetlen egy olyan terület nincs az agrártárcánál, ahol ilyen magas lett volna az elbocsájtások aránya. Tehát ebből is látszik, hogy itt
egy nagyon átgondolt, szisztematikus lefejezésről van szó, mert a természetvédelmet sújtotta legsúlyosabban. És sajnos ez már a korábbi években is látszott, például amikor meg kellett vonni bizonyos korlátokat az állami támogatásokban, és a környezetvédelmi tárca 40% forrás megvonást kapott, míg az agrárium más területein csak 10%-ot kellett. Ez is már azt jelezte, hogy itt a természetvédelmet akarják tönkretenni. A másik részére a kérdésének válaszolva, hogy mit jelent ez, ez valóban azt jelenti, hogy itt a védett területek fenntartásával súlyos gondok lesznek, itt fajok fognak eltűnni, élőhelyek fognak eltűnni, amire mondhatja egy városi ember, hogy hát én attól még el vagyok, de azért a természet ez egy fantasztikus mindennel összefüggő rendszer, ha elkezdem belőle kihúzogatni, mint egy gyönyörű várból a alaptéglákat, akkor össze fog dőlni, és akár hiszük, akár nem, itt vagyunk novemberben, a klímaváltozás közepén, a plusz 20 fokok, amikor télnek kellene lenni, jönnek a jelentések arról, hogy 10 éve van az emberiségnek arra, hogy megváltozzon, és tényleg döntéseket hozzanak éppen a természet környezetvédelem területén, hogy tovább nem melegedjen a klíma. A fajok 50%-a eltűnt, a vadon élő fajok 50%-a 30 év alatt. Tehát itt nem is értem, úgyhogy a kérdés teljesen jogos, hogy ezek az emberek nem gondolkodnak, ezeknek nincsenek gyerekei? Ez lett a költői kérdés, amire a túloldalon az Agrártárcától is megpróbáljuk majd megkapni a választ, meg is hívjuk őket ide a stúdióba, Radics Katalinnak, a Greenpeace agrárkampány felelősének. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk ma reggel. Én is köszönöm, hogy beszélhetünk erről.